Harcadvárosi Önkormányzat, a Dévidi Kulturális Turisztika és Sportközpont és Könyvtár és az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezete nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja tiszteletére rendezett Várjatok még őszi rózsák című programon. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Pánti Ildikó, önkormányzati képviselő, Karcagváros tiszteletben. Murvainé Láng Róza asszonyt, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezetnek elnökét. Szíven minden szeretetével köszöntöm az ünnepelteket, a régóta fiatal kedves jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Felkérem Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét köszöntő beszéddel megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szépkorúak, kedves vendégeink! Kicsit az időjárás mindegy, hogy megtréfál bennünket, hogy bejöttünk a Dévidébe, mert hogy azt mondták, hogy mekkora eső lesz, ami egyébként ránk félne, hogy jöjjön egy jó kiadós eső, de valószínű, hogy délutára ér ide, vagy a meteorológiai szolgálat mondta, de ide fog érni, de mindenképpen azt gondolom, hogy jobb, mint a biztos falak között, és talán egy kicsit, lehet, hogy füllett az idő, ahogy én érzem, de biztos, hogy itt meg lehet tartani ezt a programot. Engedjék meg, hogy én is nagy szeretettel köszöntsem Önöket, Karcagváros önkormányzata nevében az Idősek Világnapjára rendezett rendezvényünkön. Az Egyesült Nemzetek Szervezete először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját. Azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld mintegy 600 millió 60 évet betöltött lakójáról, köztük Magyarország több mint 2 millió szépkorú lakójáról. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a 60. életévét. Ez városunkban azt jelenti, hogy közel 5060 év felüli, amely a teljes karcagi lakosság 2%-a, vagyis 1/4. Az idősek és az itt ülő szépkorúak generációkon keresztül hordozták és örökítették tovább azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek apáról fiúra szálltak. Önök azok, akik most itt vannak közöttünk, akik előttünk jártak a nagy országúton, azon az úton, amelyen apáink, nagyapáink, dédapáink, őseink jártak a világ kezdete óta. Önök azok, akik az időskor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat, hiszen önök még ismerik az iratlan erkölcsi törvényeket, örökségként hordozzák ezt magukkal. Önöktől örököltük tehát ezt a települést, önöktől tanultuk meg a nyelvet, amelyet szót értünk egymással. Kemény munkával kerestek kenyeret, építettek benne hajlékot, és neveltek gyermekeket. Karcagváros önkormányzata ezért is mindig különös gonddal fordult az időskorúak, a nyugdíjasok irányába, hiszen társadalmunk, egyben városunk fontos szereplői önök. A város által szervezett programok, önkormányzati tevékenységek elősegítik az idős emberek körében az önszerveződő, önsegítő csoportok létrejöttét, hozzájárulnak ahhoz, hogy az idősek nyugdíjas éveiket aktívan töltsék különböző támogató közösségekben. Ebben a munkában az önkormányzattal együttműködő partnereink, az önkormányzat intézményei, cégei, a szolgáltató és civil szervezetek, az egyházak, a városban működő nyugdíjas klubok, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek. Önkormányzatunk idősekért végzett munkája tehát sokrétű, amely a településünkön élő összefogásával jól működik, és melyet már több ízben elnyertük az idős barát önkormányzat címet. Kedves szépkorúak, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mi világunk, ahogy mondtam, önökkel, apáink, anyáink, nagyapáink, nagymamáink életével, munkásságával kezdődött.
Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz elődeink példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Ezért feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy méltóságteljes öregkora, feladata, szerepe, helye legyen a társadalomban minden idősödő embernek. Ugyanakkor a legfontosabb mégiscsak az emberi kapcsolatok erőssége, a kis közösségeink megtartó ereje. A legfontosabb az ilyen kapcsolatok megléte, mint amit most ebben a pillanatban is átélünk. Ez az erő annyira intenzív, amennyire az időseinkre mi magunk figyelni tudunk, hogy mennyi időt és törődést szánunk rá. Egy-egy közösséget is ez az erő tart össze, mint egybe, rendszeresen, időközönként. Tehát az, hogy ez a közösség létezik, működik, él, azt jelenti, hogy ebben a teremben és ebben a pillanatban is ez az erő itt van közöttünk. Köszönöm a város valamennyi időskorúakat, szépkorúakat foglalkoztató, velük törődő civil szervezetnek, alapítványnak a munkáját. A mai rendezvény pedig engedjék meg, hogy külön is megköszönjem az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi szervezetének. Köszönjük mindazokat az értékeket, amelyeket önök megőriztek, és mindazt, amivel minket felvérteztek és gazdagítanak. Kedves szépkorúak, karcagi szépkorúak! Az idősek napja nem lehet soha csak egy napos ünnep. Jó lenne, ha az év minden napján ugyanilyen figyelem és szeretet övezné a szépkorúakat. Ne szégyeljék a ráncaikat, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is szebbek lesznek. Köszönettel tartozunk tehát önöknek azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal, a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassanak, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és az önök nyomdokába léphessünk. Köszönjük, hogy küzdöttek értünk, hogy vállalták mindazt, amit a sors az önök korosztályára mért. Az időskor egy nagyon fontos életszakasz. Ajándék annak, aki meg tudja élni lényegét. Ez a lényeg pedig, hogy az kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat. A szeretni tudás, a türelem, a megértés művészete. Amikor eljött az idő, ezt a stafétabotot, amelyet önök a szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe adták. De a bölcsesség az önök szívében van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, tanítsák, neveljék őket, mert ezek a jó tanácsok érnek majd hasznos tettekké. Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a nemzedékek közötti, illetve a családon belüli emberi harmónia, odafigyelés, közös gondolkodás és összetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink szívét melegséggel, békességgel tölti el. Végezetül engedjék meg, hogy gondolataimat Sarkadi Sándor soraival zárjam. Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár. Aranyat szór és meleget. Örüljenek az öregek. Az ősz idő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt nekünk. Jövőre újra eljövünk. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben töltse a pihenés éveit városunk minden szépkorú lakója. A mai naphoz pedig jó szórakozást és majd jó étvágyat kívánok az ebédhez. Köszönöm. Megköszönöm polgármester úr szívből jövő kedves gondolatait,
és az egyik nyugdíjas csoport klub vezetőjeként külön köszönöm azt a figyelmet, amit mi egyesületek, klubok kapunk, illetve az elismerő szavakat is. És szívemről szólt, polgármester úr, amikor a közösségek szerepét emelte ki, a valahová tartozás fontosságát, hiszen mindannyian tudjuk, hogy jó valahová tartozni, együtt lenni, beszélgetni, közös programokat szervezni. És annak is nagyon örülök, hogy Karcagon sok nyugdíjas szervezet van, hiszen én magam is tudom azt, hogy az Életet az Évetnek nyugdíjas klub tagok is, akár 4-5 másik szervezetnek is tagjai egyben, és örülök, hogy ilyen jó az együttműködés a klubok között. Még egyszer köszönöm, polgármester úr, kedves szavait. Felkérem Mulroyné Lángrúza asszonyt, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi szervezete elnökét, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt polgármester úr, igazgató asszony, képviselő asszony, kedves időskorúak, szépkorúak, tisztelt jelenlévők! Szárnyodva vártat rohan az idő, sorra váltják egymást föl a hetek. Minden nyár gyorsabb, mint az előző. Az időnek nem mondhatsz, állj meged. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletük magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségük van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek, a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntöm Önöket az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület nevében. Minden életkornak megvan a maga szépsége, megvannak a sajátos feladatai is. Valamennyi életszakaszban megtesszük, amit környezetünk és családunk vár tőlünk. Így tették ezt szüleink is, nagyszüleink is. A mi feladatunk, hogy olyan idős embertársainknak olyan segítséget nyújtsunk, amely lehetővé teszi számukra a korukhoz való méltó életet. Támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. A méltóság, melyet a szépkorúak hordoznak, és a tisztelet, melyet feléjük közelítünk, nem pénzkérdés, hanem egy kis odafigyelés. Időskoruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják, mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. A szeretet napján hagyj köszöntsem Önöket néhány gondolattal. Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, dühögni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda. A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Nem is. Ez az értünk eleje. Köszöntöm végén, kívánok mindannyiuknak jó egészséget, boldogságot családjuk körében. Kérem, fogadják szeretettel Márai Sándor ajándék című versét. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet? Csendesen adja. Két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát,
a folyó zöld hullámát, egy emberi szent pár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg. Köszönöm. Köszönöm elnökasszony kedves gondolatait és ezt a csodálatos márai idézetet. Mindannyian tudjuk, hogy Rózsika szokott szavalni, és ezzel most is megajándékozott minket. Köszönöm szépen. Kedves vendégeink, az Álendás Néptánc csoport, a Dégné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár csoportja. Felső tagozatos és középiskolás gyermekek alkotják. A csoport tagjai több éve tanulják a néptáncot, több koreográfiával mutatkoztak már be a közönségnek. Minden évben, nyáron, jó hangulatú néptánctáborban fejlesztik tudásukat. Kiemelt rendezvényeinken mindig számíthatunk rájuk. Több felkérést kapnak vidéki, határon túli fellépésekre is. A foglalkozások péntekenként 19 és 20 óra 30 között zajlanak, a csoportvezető Oroszné Milinkhoffer Rita. A következő percekben, előadásukban szilárdsági táncokat láthatunk, koreográfusok Oroszné Milinkhoffer Rita és Árvai Zsigmond. Kérem, fogadják szeretettel az Álendás Néptánc csoport műsorát. Thank you.
Fantasztikusak vagytok, nagyon tetszett. A Taps is mutatta a közönség reagálását, és félszemmel nem csak a gyerekeket, hanem a nézőket is figyeltem, és ragyogott a szemük, együtt éltek a színpaddal, mosolyogtak, többen tapsikoltak, és annyira magában ragadta őket az előadás. Gratulálunk, szuperek vagytok, gyerekek! Kedves vendégeink, ahogy a plakáton is olvashatták, két tehetséges nótaénekes szerepel a mai műsorban, akik országszerte igen nagy népszerűségnek örvendenek. Farkas Rozika nóta és dalénekes Túrkevéről származik, és a mai napig ott él. Énekelni Vörös Sárinál és Lorenz Kornéliánál tanult, majd az A kategóriájú előadói engedélyét megszerezte. Pályafutása a Magyar Rádió és a Magyar Televízió által közösen megrendezett második Nyílik a Rózsa nótaénekes versenyen kezdődött, kisem merem mondani, 1984-ben, és azóta is töretlenül ível. Számtalan rádió és televízió felvétel készült vele, legújabb felvételeit a Dangó Rádió készítette, és tudom, hogy sokan vannak körülben, akik rendszeresen hallgatják a Dangó Rádiót, és így a nótaénekes előadásait is. Kolostyák Gyula, nótaénekes talán be sem kell mutatnom nekünk karcagiaknak, önöknek, hiszen évről évre szerepelt a karcagi nótásfiúkkal itt a Dérinné színpadán, fantasztikus hangulatot teremtve. Az Éneklő Szakácsok című műsorokkal is szórakoztatták, szórakoztatják a megérdemű közönséget. És nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy Gyula nem csak kiváló birkapörköltet tud főzni, hanem a karcagi birkafőző verseny ötletgazdáját is tisztelhetjük személyében. Kedves vendégeink, fogadják szeretettel Farkas Rozika és Kolostyák Gyula műsorát, kísér a Hakme cigány zenekara. Thank you.
Szerintem egy kicsit másabb benne a hangulat, ott a szabadtéren azért mindig másabb egy Nóta műsornak a hangulata, de itt meg meghintett. Én úgy gondolom, és én azt mondom, hogy a stáb nevében engedjék meg, hogy mindenkinek az idősebb napja alkalmából kívánjuk nagyon-nagyon jó egészséget. A Bráncsánál Duka Béla, a Kőtőnél a Makonek művészeti vezetője, Bartos József, Szintalom Jónás Béla, és a primásunk ifja Bartos József. Nagyon szépen köszönjük a meghívást a zenekar nevében, és ezt tolmácsolhatom. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ez a kis rövid nóta műsor alatt érezze mindenki jól magát, de hogy mi is jól érezzük magunkat, akkor tessenek nekünk segíteni énekelni, jó? Egy kicsit megfáradtunk tegnap, szóval. Tessenek énekelni, hiszen közismert nótákat hoztunk. Fogadjuk az egyiket szeretettel. Galamb szívet örököltem az édes anyám. Let's see the rain.
Mert túl a tisztán
ez csókot adtam neki, én kaptam a tüzelt, igen, rá a hatásunk érte. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen a meghívást, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek újra sok kedves ismerős arc között, és tessenek velem együtt is énekelni, jó? Ugye megígérik? Annál is inkább, mert a következő nóta is nagyon népszerű, menjünk tovább. Oh!
van. Mégpedig az, hogy majd, ha nékem... Még az fenyegetésnek számítom. De most fogadják szeretettel kedves kollégámat, Kolozsvár Gyuszit! Mint elvadó virág.
de csak az én is járom az utcáját. Most akartam, én megbeszélek el, mi? Itt van a fidő,
Thank you.
Thank you.
szívem magam mellé, jó? Hát nem szeretek egyedül lenni. És akkor énekeljünk el közösen egy olyan dalt, amit szerintem mindenki tud. És az az érdekessége, hogy ugye a második verszak a magyar nótáról szól, és aki szerezte a szövegét, Madarász Katita. Igen.
Köszönöm szépen ezt a fantasztikus hangulatot, ami Farkas Rozika, Poloskeági Gyula és a Hakme Cigány zenekara. Itt az oldalajtón ne tessenek kimenni, jó? Pontosan azért kértem még szót, hogy elmondjam, hogy mi a nap további rendje. Kedves vendégeim, megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Időközben elkészült a finom ebéd is, melyet a Dériné Kulturális Központ udvarán tudnak átvenni, de kérem, hogy a hátsó ajtón keresztül és oldalról legyenek kedvesek elhagyni az épületet, ez itt a vészkijárat nem használható kijáratnak. Köszönöm. Én elköszönök Önöktől, az ebédhez jó étvágyat kívánok, és további szép napot mindenkinek. Viszontlátásra!